Már több mint 8,5 ezeren jelentkeztek az ingyenes sofőrképzésre országszerte. A kormány március 1-től indított egy olyan programot, amelyben az érdeklődők ingyen szerezhetnek C, C plusz S vagy D kategóriás vezetői engedélyt. A költségek 30%-át ugyan be kell fizetni, ezt azonban a jelentkező visszakapja, hogyha egy éven keresztül itthon vállal munkát a szektorban. A támogatással a sofőrhiányt szeretnék enyhíteni. Oldaltávolságra koncentrálunk. Közben figyeljük a tükröket. Jól ismeri ezeket a szabályokat a legtöbb autóbuszvezető tanuló. Ez a zalaegerszegi fiú hetek óta gyakorol, sofőr szeretne lenni. Egy ilyen családi tradíció, ez a buszsofőrállás, és tulajdonképpen nagyapám különjárattal foglalkozik, és majd idővel szeretném átvenni a vállalkozást. Hozzá hasonlóan egyre többen jelentkeznek ilyen tanfolyamra. Csak idén már 45-en végeztek, ők teherautóra és autóbuszra szereztek jogosítványt. Egyre inkább igény ez az online képzés, az alapképzés online képzés van, utána egy vizsga, számítógépes szeves vizsga, és kezdődik a vezetés. Gyakorlati vezetés, ez különböző óraszám, 22-30-36 óra egy autóbuszvezetőnél. Amikor ezt levezették, akkor elmennek vizsgázni. A tanfolyamoknak azonban borsos áruk van. Ezek a jogosítványok 6-700 ezer forintba is kerülnek. Ezekhez ad most támogatást a kormány. Az ingyenes sofőrképzési program márciustól indult. C, C plusz E, valamint D típusú jogosítványt szerezhetnek a résztvevők, azaz egyebek mellett buszsofőrként és árufuvarozóként dolgozhatnak később. A programra magyar állampolgárok jelentkezhetnek, követelmény az alapfokú végzettség, a B kategóriás jogosítvány, több kategóriánál életkori határ van, és egészségügyi alkalmasságot is vizsgálnak. A tanfolyamdíj 30%-át mindenkinek be kell fizetnie, cserébe azonban, ha a jelentkező egy évig itthon vállal munkát a szektorban, visszakapja ezt az összeget. Az érdeklődés hatalmas, néhány nap alatt 8,5 ezren jelentkeztek a programra. A személyszállítás és a teherszállítás területén magasabbak az átlagkeresetek, és ezáltal vonzóvá válnak ezek a munkakörök, amivel ugye a képzést követően el tudják foglalni a megfelelő munkáltatónál a munkahelyüket. Várja már a leendő sofőröket ez a szegedi cég is. Ők belföldi és nemzetközi árufuvarozással foglalkoznak. Nagy szükségük van a szakképzett dolgozókra. Találkozunk a fluktuáció jelenségével, attól függően, hogy 3,5 tonna alatti vagy feletti teherfuvarozásról beszélünk. 3,5 tonna felett jelentős ez a probléma, nap mint nap küzdünk mi is vele. Nagyon kevés a jó, releváns szakmai tapasztalattal rendelkező sofőr kollega, és nagyon jó ajánlatokat kapnak különböző ugye versenytársai. Így aztán nehéz megtalálni a közös pontot. Magyarország stratégiai ágazata a szállítás és a logisztika, ezért különösen fontos ez a program. Segítségével nőhet a foglalkoztatottság és csökkenhet a munkaerőhiány, ez pedig jelentősen hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. Magyarország számára egy lökést adhat abban a tekintetben, hogy még jobban be tudjon kapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, és még jobban be tudja tölteni a híd szerepét kelet, illetve nyugat között. Nem csak itthon, Európa más részein is súlyos problémát jelent a sofőrhiány. Becslések szerint összességében 400 ezeren hiányoznak a közutakról. Szakemberek úgy számolnak, ha nem lesz változás, 2028-ra 750 ezer állás maradhat betöltetlen az ágazatban.